Tegyük fel, hogy a csatorna eddigi videóiban kellően sikerült rátok sóznom az önfejlesztés gondolatát. Hogy olvasni és tanulni a közhiedelemmel ellentétben jó dolog. De valami technikai útmutató azért gondolom továbbra sem ártana arról, hogy hogyan is lehet hatékonyan fejlődni és egy magasabb szinten teljesíteni. Ezt a hiányt pótoljuk most Josh Waitzkin a Tanulás művészete című könyvével. Waitzkin egy sakk csoda gyerek, akiről könyv és film is készült. De idővel az így jött hírnév miatt kicsit kiábrándult a sakkból. A mély gondolkodást, a fejlődést és magát a tanulási folyamatot szerette benne, amiktől egyre jobban elvonták a figyelmét. Ezért kezdett tájcsízni, amiben újra kiélhette az önfejlesztési hajlamait. És meglepően hamar ennek a sportágnak is feljutott a csúcsára. Innen vonja le a következtetést, hogy ő igazából nem is a sakkban vagy a harcművészetben jó, hanem a tanulásban. Eddig csak elég absztraktan voltak meg a tapasztalatai a saját fejében, amiket szavakba önteni és másoknak is lekommunikálni elég nehéz. Hogy ezt orvosolja, egyetemi évei alatt filozófiát tanul. Találkozik az Upanishadokkal, a taoizmussal, a buddhizmussal, Platónnal, és mindenhonnan hasonló lecke köszön vissza. Ha egyszer valamit elég mélyen megértünk, akkor az ott tanultakat utána át lehet vinni más területekre is. Vagyis, hogy igazából egy igazság van, és ha azt egyszer bármiben meglátjuk, akkor onnantól másban is könnyebben megláthatjuk majd ugyanazt. Minden az alapokra épül. Ezért is hívjuk őket alapoknak. De amint az ember egy magasabb szintre jut, hajlamos elfeledkezni az alapok fontosságáról. Tudatosan nem is gondolkozik róluk, hiszen annyira mélyen benne vannak a fejében, hogy csak úgy jönnek. De ha kommunikálhatóvá és taníthatóvá akarjuk tenni a folyamatot, akkor vissza kell menni és tudatosan lebontani a lépéseket. Waitzkin ezt teszi most ezzel a könyvvel. Lebontja, hogy hogyan tudott két látszólag teljesen független terület mesterévé válni. És ezáltal remélhetőleg mi is képesek leszünk majd hatékonyabban tanulni, bármit is tanulunk éppen. Sakk karrier. Egy New Yorki parkban kezdett sakkot tanulni, kemény 6 évesen. Drogosokkal, öreg emberekkel, egy mondhatni elég furcsa közegben. De ő nagyon élvezte. Itt talált rá egy mester, gondolom az egyre növekvő parki csodagyerek híre alapján, hogy hát akkor ő tanítaná rendesen. A kis Josh nagyon szimpatizált a tanár mentalitásával, mert az nem a tekintélyre, hanem az útmutatásra alapozott. Nem prédikált vagy formálisan oktatott, hanem inkább kérdezett és párbeszédet kezdeményezett egy-egy olyan döntésnél, amivel nem értett egyet. Így a nyers, száraz technikai tudás nem tudta letörni Josh gyermeki lelkesedését a játék iránt. Mire végre elkezdett versenyekre járni, szinte tarolt a saját kategóriájában. Ennek ellenére az első nagy nemzeti bajnokságán kikapott, ami 8 éves fejjel és az addigi sikerek után igencsak megrázta. Szerencsére a családi összetartás és az ütemezett, rendszeres világ elől elvonulós nyaralás segítettek neki megfelelően kezelni. Persze a nyaralás után is jöttek felfordulások. Új iskola, a sakktanárának kevesebb ideje jutott rá, amit ő tévesen a kudarcának tudott be, vagy éppen az új barátok gazdagsága, ami miatt ő szegénynek érezte magát. De visszajött belőlük. Utólag visszatekintve a 8-9 éves időszakát tekinti az élete meghatározó korszakának, ugyanis itt alapozta meg, hogy a kudarcra csak még több kemény munkával kell reagálni. Ugye ebből másnak is felrémlik Carol Dweck szemléletváltása. Csak mert Waitzkin is név szerint említi, mint nagy inspirációt, amikor párhuzamba állítja a sakk világával. A legtöbb fiatal játékos csak a nyerésre, és azon belül is a gyorsan nyerésre koncentrál. Ezt csak elősegíti, hogy nyitó stratégiákat memorizálnak, ahelyett, hogy mélyebben ismerkednének az alapokkal. Ez az iskoláknak talán jó, mert látszólag gyorsan és jobb eredményeket produkálnak, de hosszú távon nem az igazi. Waitzkinék viszont pont a végjátékra koncentráltak inkább, ahol a kevesebb bábú miatt már jobban számítanak az alapok. Mindez persze nem azt jelenti, hogy a végjáték fontosabb, mint a kezdés, csak azt, hogy melyik szemléletmódot segítik elő a játékosokban. A gyorsan nyerni akaróknak az eredmény számít, ezért ha kikapnak, akkor onnantól ők idézőjelben vesztesek. Waitzkinéknek ehelyett az alapok mély ismerete számít, ezért ha kikapnak, akkor ott az új lecke, amiből lehet tanulni. Tankönyvi példa a berögzült kontra fejlődési szemléletmódra.
Direkt mindig úgy választottak versenyeket és ellenfeleket, hogy a kikapás rendszeres élmény legyen az életében. Vagyis a kikapás fejlesztő hatása annyira fontos, hogy ha magától nincs, akkor mesterségesen generálják. Vickin sorra nyerte el korosztályos versenyeket, ezért a felnőttek ellen is kiállt, vagy mondjuk kiült, hogy felnőhessen az ellenállás szintjéhez. Azt természetesen nem mondja senki, hogy a győzelem egyáltalán nem számít, mert az is egy fontos motiváció vagy tanulság lehet. Csak a folyamat legyen fontosabb. Lényegében tudni kell a helyén kezelni a vereség mellett a győzelmet is. És ez a hely se nem az elszállás, se nem a leszarás. Valahol a félúton, egy kicsit talán a leszarás felé görbülve. Mindez szépen működött, amíg a belső koncentráció zavartalan maradt. De amint belefutott a világ irányíthatatlan, zavaró tényezőibe, egyre bonyolultabbá váltak a dolgok. Egy példa a pofátlanul csaló orosz játékosok, akikkel itt még nem nagyon tudott mit kezdeni. Egy másik, hogy tanári behatásra egyre kevésbé a saját stílusában játszott. Egy harmadik az apja könyve és az abból készített film miatti hírnév, ami fokozatosan elidegenítette a sakktól. Egyre több párhuzamot fedez fel a magánéleti, mentális problémái és a sakkos hibái között. A sakk tulajdonképpen az önmegismerés eszköze volt számára, de ezen a ponton már nem úgy működött. Visszatekintve azonban ezt is egy áruhás áldásnak tekinti, mert így indulhatott meg a második művészete és önkifejezése felé. A második művészeti ág. A taoista ismerkedés kapcsán jutott a tai chi-ig, amit kezdetben mint egy aktív meditációként használt, de aztán persze jóval mélyebbre süppett a nyúl üregébe. Ez pedig segített egyre inkább összhangot teremteni, hiszen így újra megfigyelhette saját magán a sakknál már működő tanulási módszereit, csak most egy teljesen új területen és már felnőtt fejjel. Ezeken a tapasztalatokon keresztül mutatja be a korai haladását. Első tanulsága a kezdő hozzáállás. A sakkos agya nagyban segített meglátni és megérteni az apró részleteket, ami miatt az elejétől fogva relatíve gyorsan fejlődött. De ami ennél is fontosabb, hogy képes volt újra igazi kezdőként viselkedni. Az ő olvasatában az a siker, ha felnőtt, megfontolt fejjel is képesek vagyunk gyermekesen hozzáállni a dolgokhoz. Ha mesterként is meg tudjuk tartani a kezdő hozzáállásunkat a folyamatos haladás jegyében. Ez szerintem kb. A kiégés ellentéte. Beégés? Második tanulsága, hogy fektessünk a vereségünkbe. Idővel a mestere hívta meg a tai chi harcművészeti verziójával, avagy a pushhands-zel kapcsolatos óráira. A pushhands lényege a nem ellenállás, vagyis hogy a direkt ellenreakció és erő helyett okosan, az ellenfél elejét ellene fordítva oldjuk meg a konfliktust. Ennek eleinte a legnehezebb része sokaknak az, hogy elengedjék a berögzült ellenállásukat, és egy darabig hagyják magukat lögdösni, amíg bele nem tanulnak. Ez gyakorlatilag egy alázatossági tréning, egy befektetés a vereségbe. Vickin azért fejlődött gyorsan, mert nyitott volt a visszajelzésre, és hogy tanuljon a hibáiból. Ego és magyarázkodás nélkül. Hiszen ha egy tetszőleges terület elsajátítása közben meg tudnánk állni, hogy ugyanazt a hibát többször is elkövessük, akkor marha gyorsan a csúcson találnánk magunkat. Ez persze kb. Lehetetlen, de a hibák ismétlés számát odafigyeléssel és nyitott hozzáállással minimalizálhatjuk. Az életben mondjuk nem nagyon lesz olyan alkalom, ahol nincs szezon, ahol épp nem számít a teljesítményünk, és nyugodtan bénázhatunk a hosszabb távú fejlődés érdekében. De időnként így is be kell fektetnünk, mert ezek a látszalagos platók nyitják majd meg az utat a még magasabb szintű teljesítmény felé. A harmadik tanulság az egyre kisebb körök elve. Vickin tanulási módszertanának fontos alapfelvetése, hogy a mélység fontosabb, mint a szélesség. Ez ugye elvileg pont szemben áll a reneszánsz ember fogalmával, miszerint az általános tudás többet ér, mint a túlspecializáció. De ez a látszólagos ellentét szerintem elég egyszerűen feloldható. A szélesség nélküli és nem önmegvalósításnak megélt túlspecializáció a baj. Illetve fordítva is igaz. A minden mélységet és belemerülést nélkülöző szélesség, az is baj. Az optimális középút egy-két dologban megélni a mélységet, és aztán szélesíteni a látókörünket, hogy oda is átültethessük a meglátásainkat. A könyv technikája erre egyre kisebb körökben gondolkozni. Amikor valaminek mélyen megértjük az alapjait, és aztán azokat felhasználva egyre jobban letisztítjuk, vagy
összetömörítjük. Csak a lényeg marad, ami a sallang és a körítés nélkül kisebb, de tömörebb és hatásosabb lesz. Ettől persze szép lassan és fokozatosan kell elsajátítani egy-egy új készséget. De ha már érzés szintre magunkba vertük, akkor az érzés által vezérelve máshogy is előadhatjuk magunkat, és mégis ugyanazt az eredményt érjük el vele. Küzdősportos példával egyre rövidebb távról teljes értékűt ütni. Sakkos példával pedig úgy is irányítani a tábla közepét, hogy látszólag egyre kevesebb bábú van a tábla közepén. A negyedik tanulság a nehézségek felhasználása. Egy komolyabb sérülése miatt muszáj volt új technikát tanulnia, hogy egy kézzel is védekezni tudjon az ellenfél két keze ellen. És ha bár ez hátránynak indult, hamar beleszokott. Így pedig a gyógyulás után volt egy felesleges másik keze, amivel váratlan támadásokat tudott indítani. A belső kontra külső, avagy az absztrakt kontra konkrét változása minden fejlődési folyamatnak a része. Kellene, hogy legyen, de a belsőt sokszor elhanyagoljuk. A fenti példa remélhetőleg szépen szemlélteti, hogy ezzel milyen növekedési lehetőségeket hagyunk az asztalon. Akinek elég, hogy középszerű, vagy netán jó, az megteheti, hogy az akadályoknál megtorpan, lassít, kivár. De aki a legjobb akar lenni, azaz ilyen akadályokat is felhasználja, és fejlődési lehetőségnek próbálja beállítani a saját szemében. Emlékezzünk ugye Marcus Aureliusra. A tett gátja csak elősegíti a tettet. Az lesz az út, ami az útban áll. Az ötödik tanulság, hogy lassítsuk le az időt. Az előbbi sérülés nem is csak az egykezes technika oldalon volt megvilágosodás. Egy döntő meccs közben történt, és miatta Vécskinek szinte belassult az idő. Ennek köszönhetően pedig még a sérülés ellenére is nyerni tudott. Ez a fejlődési folyamatnak már az a fázisa, ahol a külső kizökkenések nemhogy nem zavarnak meg, de konkrétan segíteni is tudnak. Nyilván jó lenne viszont, ha nem kellene mindig egy törött kéz az ilyen szintű fókuszhoz. Hősünk itt kezd azzal foglalkozni, hogy tudatosan is kiválthassa ezt a kiélesedett jelenlétet. A leghasznosabb segítségünk ebben a megérzéseink, amik kb. Egy hidat képeznek a tudatunk és a tudatalattink között. És persze a gyakorlás, amivel a dolgok nagyját tudatalatti szintre döngölhetjük. Szóval igazából nyilván nem az idő lassul le, hanem csak kevesebb dologra kell tudatosan odafigyelnünk. A tudatalattink az, ami intézi a dolgok nagyját, és mi cserébe szabadabban és alaposabban elemezhetjük azt a kevés, de fontos részletet, ami igazán számít. A végső tanulság pedig a misztikusság illúziója. Ha elég magas szinten nézzük, minden versenyhelyzet fejben dől el. Ilyenkor történhetnek misztikusnak tűnő események, amik igazából csak a jelentős szintkülönbségből fakadnak. Ez az, amikor nemhogy csak elvernek, de a tetejbe annyira elvernek, hogy azt se értjük, hogyan vertek el. A lényeg, hogy ezekben sincs semmi misztikus. Gyakorolni kell, amíg a jelenlegi érzékelésünket le nem passzolhatjuk a tudatalattinknak. És utána nem megelégedni ezzel, hanem új feladatot keresni a tudatos agyunknak is. Ha huzamosabb ideig képesek vagyunk a jelenlegi tudásunk szélén gyakorolni, akkor időnként jönni fog egy-két olyan inspiráció, ami szinte érthetetlennek fog tűnni. De ezeket tanulmányozhatjuk és megérthetjük, amivel igazából kitoltuk a tudásunk határát. Innentől tudatosan is használhatóak lesznek, és ez az új szél, ahonnan majd hamarosan akár egy új adag inspiráció is várható. Vécskint ez a felismerés itt még sajnos a vesztes oldalon éri, de ez segít majd neki leküzdeni azt a bizonyos szintkülönbséget. Ideje tehát összefésülni a tanulási folyamatról tanultakat a teljesítő képességgel. Összeérnek a szálak. A teljesítő képesség tekintetében három nagyobb lépcsőfokra juthatunk el. Az első az, amikor nem engedjük, hogy az élet apró dolgai kizökkentsenek. A második, amikor konkrétan profitálni tudunk belőle, ha az élet apró dolgai kizökkentenének. A harmadik pedig, hogy már nem függünk az élettől, hanem magunknak termeljük a produktív kizökkenéseket, ami ilyenkor már inkább egy bezökkenés. Az első szint az úgynevezett puha zóna, amiben ellenállóak vagyunk a külvilág ingereire. Mert ugye lehetünk úgy is a zónában, hogy közben bármi kirángathat. Ez Vécskin szerint a kemény zóna. Mintha egy indiai tanmese szerint úgy akarnánk átkelni egy tövises szakaszon, hogy utat építünk, ahelyett, hogy szandát vennénk fel. Az előbbinél a természetet próbáljuk erőszakkal magunkhoz igazítani,
ami ritkán fog menni és nagy függést okoz. Az utóbbinál pedig azzal dolgozunk, amink van. Vécskin személyes, korábbi, sakkos példájával élve nem fenntartható, ha csak csendben képes koncentrálni, és ezért elvárja a világtól, hogy teljes csend legyen körülötte. Sőt, még a saját elméjétől is elvárná, hogy ne szóljon benne mondjuk egy korábban hallott dallam. Nem, ehelyett inkább tudatosan próbálta hozzászoktatni magát, hogy zajban is menjen a figyelés. Direkt zenét hallgatott gyakorlás közben, gyakran olyat, amit nem is szeret. A puha zóna továbbfejlesztése a második szint, ahol már nem is csak, hogy nem zavarnak a külső dolgok, de még konkrétan inspirációt is merítünk belőlük. Ehhez magas szintű befelé fordulás szükséges, hogy megtanuljuk megfigyelni az érzelmeinket, és tudjuk nyugodtan, szinte külső szemlélőként viselni őket. Kiváló edzés lehet a meditáció, ahol amúgy is nagyon hasonló céljaink vannak. Ha viszont ez megvan, akkor észrevehetjük majd, hogy hogyan fordíthatjuk őket az automatikus, önpusztító reakciók helyett plusz üzemanyaggá. Erősen kapcsolódik a sokszor emlegetett sztoicizmus is, ahol a külső események címkézésének módosításával teljesen más reakciókra nevelhetjük magunkat a saját javunkra. Végül a harmadik szinten az a cél, hogy már szinte vezényszóra aktiválni tudjuk ezt a mély koncentrációs tudatállapotot. Ha bármikor úgy jelen akarunk lenni, mint a krízis helyzetekben, akkor képesnek kell lennünk bármilyen helyzetet krízis helyzetként megélni. És annak ellenére nyugodtnak és összeszedettnek maradni. Ezért ha nincs külső nyomás, akkor magunkra kell belső nyomást helyeznünk, és azzal megbirkóznunk. Az agyatlan gyakorlás nem gyakorlás. Ugyan erővel is bele lehet kényszeríteni magunkat a zónába, de az akkora energiát fog kivenni belőlünk, hogy aztán az életünk többi kirakós darabja hullik majd szét. És különben is, a folyamatos csúcsfókusz nem fenntartható kiégés nélkül. De egy folyamatosnak tűnő fókuszt elérhetünk, ha megtanulunk minél jobban pihenni és regenerálódni ilyen kis mini relax szünetekkel. Itt feljön a test és az elme kapcsolata, ami szerint az intervallumedzés is nagyszerű, mert pont ugyanezt az elvet tanítja a testünknek. Szóval a teljesítménytréning első lépése, hogy megfigyeljük magunkban a stressz és a regenerálódás ilyen dagály-apály-szerű hullámzását. És aztán ezt tudatosan a saját javunkra használjuk. Gyakorlással egyre hosszabb sprintekre leszünk képesek egyre rövidebb pihenőidőkkel. Mind fizikai, mind mentális téren. A totális relaxációhoz feltétel, hogy elmerjük engedni a fókuszt. De a fókusz elengedéséhez viszont az az önbizalom a feltétel, megint csak, hogy vissza tudjuk majd szerezni. Ehhez hasznos valami rutin, amivel leképezhetjük a legjobb, legnyugodtabb, legfelkészültebb állapotunkat. Nézzük meg, mikor vagyunk ilyen top formában, úgy általánosságban, és csináljunk előtte valami rituálét, ami a fejünkben majd idővel hozzákapcsolódik a mentális állapotunkhoz. Így, ha legközelebb elvégezzük ezt a bevezető rituálét, mondjuk egy nagy pillanat előtt, akkor ott is olyan letisztultak lehetünk. Lezuhanyzunk, iszunk egy teát, meghallgatunk egy bizonyos zeneszámot, meditálunk, futunk, eszünk egy kicsit. Kinek mi a testhez álló? Na ja, és mi van, ha hirtelen érkezik a nagy pillanat? Ha ott majd csak perceink, vagy akár csak másodperceink lesznek. Ehhez kell a lassú, fokozatos tömörítés, amivel akár egyetlen be- és kilégzésre is csökkenthető ez a csúcsállapotot kiváltó rutin. Az ilyen irányú tréning sokkal flexibilisebbé tesz majd minket a váratlan pillanatok kezelésében, de ami talán még fontosabb, az eseménytelen pillanatok megélésében és értékelésében is sokat segíthet. Összefoglalás. A könyv részletes meccs leírásokkal zárul, ahol Vécskin, mindössze néhány évvel a nemzetközi sakkmestersége után, gyakorlatilag dupla pushhands világbajnok lesz. És ahogy egy-két frissebb interjújából láttam, azóta sem pihen. Már egy újabb küzdősportban is igencsak a profi szintet mássza, szörfözni tanul, cégeknek és sportolóknak ad tanácsot, és hamarosan új könyve is készül. Ebben a sztoriban azt próbálta átadni, hogy mindezt elméletileg hogyan csinálhatjuk utána. Amire mindenképp számíthatunk, hogy bármekkora felkészülés ellenére is mindig lesznek meglepetések. Ezért kell az alapokra építő, flexibilitásnak és inspirációnak teret adó rutin, amivel ilyenkor is helytállhatunk. Tanulás közben ragaszkodjunk a növekedési szemléletmódhoz, álljunk hozzá kezdőként, fektessünk a vereségünkbe,
rajzoljunk egyre kisebb köröket, használjuk fel a nehézségeket, lassítsuk le az időt, és gyakoroljunk a tudásunk legszélén, hogy a hirtelen inspirációk új szintre emelhessenek. A teljesítményünkkel kapcsolatban pedig legyen puha a zónánk, hogy ne zökkenthessenek ki, használjuk az amúgy zavaró behatásokat üzemanyagként, és tanuljuk meg magunkat parancsszóra ilyen állapotba hozni. Ha így állunk hozzá, bármiben az élmezőnybe juthatunk.